A fővárosi asszonyságok is minket néznek. Köszöntöm Önöket! Ez a Budapesti Srácok. Új év, régi hagyományok, kerületi adóemelés a bal oldalon. Szivárvány koalíció kimutatta a fogafehérjét. Újbudán állítólag nincsen pénz, 8 millió is alig akadt baráti végkielégítésre. Megvan a 8 millió, ugye? Újbudának működnie kell, és ezt ígérem Önöknek, hogy működni is fog. Tisztességgel, becsülettel, ellátva a feladatát. Új Buda DK-s polgármesterének bejelentése december végén. Úgy tűnik, László Imre már azt is fontosnak tartotta bejelenteni, hogy nem megy csődbe az önkormányzat és működőképes marad 2021-ben is. A polgármester szerint nehéz idők jönnek. A nehézségek nagy részét természetesen a kormány okozza. A kormány 610 millió forintot vette el a kerülettől a gépjárműadóknak az elvonásával, ami 176 millióval követte az idegenforgalmi adó felfüggesztését, és négyszeresére emelte a szolidaritási adót. A kormány adócsökkentéssel segíti a lakosságot. A korábban Hitler munkásságát is értető László Imre úgy tűnik, más utat nem talált, az újbudaiak terheit emelné. December elején jó baloldali módra már bejelentett egy megszorító csomagot. Az építményadót 468 forinttal, a telekadót pedig négyzetméterenként 79 forinttal emeljük jövőre. Akkor azt jelezte, hogy a vállalkozásokat és a gazdagokat érintő építmény és telekadót emelik meg januártól. A tehetős cégek és az átlagosnál jóval nagyobb vagyonnal rendelkezők segítségére most fokozottan számítanak az újbudaiak. Mert ma a szolidaritás a legfőbb törvény, ennek jegyébe pedig ideiglenesen építményadót és telekadót növelni kényszerülünk. Legutóbb pedig már Újbuda jegyzője hirdette ki, hogy most éppen az autótulajdonosokra vetnének ki jelentős megszorításokat. Vagyis a családosokra, a nyugdíjasokra, munkanélküliekre és lényegében mindenkire, akinek gépjárműve van. A javaslat az volt, emeljék radikálisan 6-szorosára Újbudán az első autók és 12-szeresére a második autók éves parkolási díját. A testület rábólintott az emelésre. Következő parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos döntések és parkolási rendelet módosítása. Itt 4 határozat született plusz egy rendelet. A rendeletre 16 igen, 1 nem és 0 tartózkodás. Míg a 4 határozatra egységesen 16 igen, 1 nem és 0 tartózkodással szavaztak. Itt szeretném megemlíteni, hogy volt képviselő módosító javaslat, azonban ezt az előterjesztő nem fogadta be. Szivárvány koalíció kimutatta a fogafehérjét. Így reagált a módosító javaslatot benyújtó Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselője az újabb újbudai megszorításra. Semmilyen szociális érzékenységgel nem rendelkeznek a DK fővárosának minősülő Újbuda vezetői. Novák előtt szerint, amíg a lakosok terhei nőnek, saját magán nem spórol a képviselőtestület. A baloldali városvezetés megtartotta a tanácsnokokat, tisztségviselőket. Úgy tűnik, hogy önmagukon viszont nem próbálnak
korlátozást gyakorolni. A törvényi maximumban határozták meg a polgármester és a rekordszámú, megduplázott számú alpolgármester fizetését is. Ugyanilyen arányban növelték a bizottságok, azzal együtt a tisztségviselőik, a kifizetőhelynek használt tanácsnokok számát. Novák előtt szerint nem csak az éves parkolási díjakat emelné meg a 11. kerület vezetése, hanem ezzel együtt további 9000 eddig ingyenes parkolóhelyet is fizetőssé tennének. És még egy adalék. Az ellenzék állandó és örök feladatának tekinti a közpénzek feletti őrködést. A DK-s László Imre azonban kabinetfőnökként foglalkoztatta a DK helyi elnökét, akit aztán nem tudni miért, néhány hét munka után egy kis apanázzsal a zsebében küldött el. Másfél hónapos munkájáért 8 millió forintot kapott a DK újbudai elnöke, az SZDSZ egykori fővárosi elnöke, Lakos Imre politikus bűnöző, akinek leváltását számtalan alkalommal szorgalmaztam. Így egyfajta sikernek is tekintettem, hogy ezek után elbocsátották, azonban, hogy másfél hónapi munka 8 millió forintjába került az adófizetőknek, az egészen elképesztő, és felveti a hűtlen kezelés gyanúját is. 8 millió forintot csak gratulálni tudok. Csak gratulálni tudok. Ezért az információért már közérdekű adatigénylés megtagadási miatti per kilátásba helyezésével fenyegetőzve tudtam csak elérni, hogy nyilvánosságra hozzák ezt az adatot. Nem szégyelte a DK-s vezetésű önkormányzat, hát a Momentum nyomására átláthatósági biztosként havi 1 millió forintért, heti egy munkanapért megbízni a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnökét. Mit is hangoztat mindig a baloldal? Átláthatóság, demokrácia, közpénzek megóvása. Na jó, a számonkérés után csak havi 500 ezret kapott az illető. Ja, és mit is mondott még a polgármester? Hogy nincs pénze a kerületnek. Azért másfél hónapos munkáért a DK-s pártás számára 8 millió forintja mégiscsak volt a kerületnek. Hiába, a rutinos pártmunkások már a munkaszerződések megkötésekor is vastag ceruzával írnak, főleg a bérezés rubrikába. Nagy szerencsére visszavonták a rendeletet, illetve a rendelettervezetet a kormányzati intézkedésnek köszönhetően. Itt jön a csavar a történetbe. Hiába bólintott a testület, és hiába akart a baloldal újabb megszorításokat bevezetni. Egy kormányrendeletnek köszönhetően nem lehet a lakosokat sújtó áremelést végrehajtani. Sakmat. Ez egy nagyon rossz beidegződés, nagyon rossz gondolkodás, egy ilyen bokrosi asszülemény. Nagyon torz. A kerület Fidesz frakciójában ülő Junkhaus Rajmund szerint a kormány nem sarcolásban gondolkodik, hanem támogatást nyújt a kis és középvállalkozásoknak, hogy megtarthassák a munkahelyeket. Ennek érdekében pedig, ahol lehet, adót csökkentenek. Az, hogy itt Újbudán egy teljesen más irányban mennek a dolgok, teljesen más irányban gondolkodnak. Szeretnének emelni építményadót, telekadót, hogy ezeket a szolgáltatási díjakat, mint a parkolási díj emelnék. Ez egy igazi rossz megfejtés, hiszen nekünk nem bevételre kell törekednünk az itt élőktől. Nem az a célja egy parkolási rendszer fejlesztésnek, kialakításnak, hogy minél több pénzt beszedjünk az itt élőktől, hanem az, hogy szabályozzuk a parkolást, hogy rendszerben tudjuk kezelni. Az önkormányzati képviselő szerint kényszer hatására most meghátrált a városvezetés. Nem lesz emelés, de a gondolkodás biztosan nem változik. Lehet azt mondani, hogy most nem érdemes erről a témáról beszélni, hiszen visszavonásra került. De a visszavonás az a kényszer hatására történt, és jó eséllyel ugyanezek a gondolatok fognak előjönni újra, amikor a veszélyhelyzet megszűnik. Gazdálkodni kellene. Így fogalmazta meg a képviselő azt, mit várna el az önkormányzattól. Junkhaus Rajmund szerint azonban a jelenlegi gazdálkodás nem a lakosságot segíti. Kedvezményeket ad különböző nagyvállalkozásoknak, területfoglalási engedély címén, ilyen-olyan utcai kiállítás címén. Tehát egyik kezükkel szórják a pénzt a nagyvállalkozók irányába, másik kezükkel meg elvennének a lakosságtól. Egészen elképesztő. Ja, azt tegyük hozzá halkan, mondjuk zárójelben, hogy a városvezetők számára ingyenes a parkolás a kerületben. Zárójel bezárva.
Megkerestük az újbudai önkormányzatot is, hogy megtudjuk egyáltalán miért gondolkodtak abban, hogy 6-szorosára emeljék az első autók éves parkolási díját, és egyenesen 12-szeresére a második autók parkolási díját. Azonban a helyi városvezetők mindössze egy szűkszavú közleményben reagáltak, amelyben jelezték, hogy mégsem lesz áremelkedés. De felhívtuk a kerület több baloldali önkormányzati képviselőjét is, hogy biztosan a lakosság megszorítása-e a legmegfelelőbb megoldás válság idején. Tudják, 16 igen, 1 nem és 0 tartózkodással fogadták el a határozatot. Az MSZP-s Budai Miklós inkább nem is kommentálta a döntést. Miért merült fel az, hogy 6-szorosára, illetve 12-szeresére emeljék az autók éves parkolási díjat? Nem válaszol nekünk? Tessék? Nem válaszol nekünk? Hát én nem egyszerű képviselő vagyok, hívja a frakcióvezetőnket. Szóval az MSZP-s Budai Miklós nem ér rá a kerületre, így inkább nem is válaszol. De mi van a DK-s Barga Gergővel? Ha jól tudom, a kormány enged értem, mivel semmilyen díszítelemben nincs felhívni, úgyhogy ez nem lehet más kérdés, nem értem a kérdését. A kormány rendelet értelmében nem lehet ezt megtenni, viszont ez terv volt az önkormányzatnál. Mi miatt merült fel ez a kérdés? Tessék? Mi miatt merült fel ez a kérdés? A kérdőnek a sajtóosztályát gondolom megkeresték, a kivatalosan ezeket erre meg fogják kapni, úgy gondolom. Válasz nincs. A Momentumos Németh Gyöngyvért is felhívtuk. Alapvetően a propaganda médiának nem nyilatkozunk, de ön szerint, amikor 2000-ben bevezettek egy 2000 forintos éves engedélyt. Az most 2020-ban, ha az inflációt nézzük, az mennyi lenne? Erre nem hiszem, hogy nekem kell választ adni, én nem vagyok politikus. Ön a politikus? Nem is, csak ez egy általános iskola, mi majd matematikai számítás. Még mindig messze nem annyi, mint amennyi ez a havi 1000 forintos engedély lenne. Én ennyit mondanék hozzá. És ezt miért pont most vezették be, hogyha 2010 óta nem változtak az árak, akkor miért nem mondjuk a ciklus kezdetekor, miért pont a pandémia idején? A ciklus kezdetekor más prioritások voltak, szép fokozatosan, nem összecsapva foglalkozunk a parkolás ügyével több mint egy éve. És ez a foglalkozás annyira sikeres volt, hogy szép lassan arra jöttek rá a képviselők, emelni kell a díjakat. Itt Újbudán is jól látható, meg számos más kerületben is, hogy a baloldali vezetés ezt a hagyományt viszi tovább. Tehát, hogyha baj van, ha válság van, akkor az emberekre terhelik a gondokat, a bajokat, nem segítenek, hanem sarcolják az embereket. A térség országgyűlési képviselője szerint a baloldal megint az emberekkel fizettetné meg a nehézségeket. Jelen pillanatban a koronavírus okozta válság nehézségeit. Én azt hiszem, hogy bajban segíteni kell az embereket, a kormány válságkezelése ezt mutatja, tehát nem megszorít, hanem ad az embereknek, segítséget nyújt, lehetőséget nyújt, munkahelyeket ment meg, családokat támogat, ezzel szemben a baloldali válságkezelés mindig a megszorításokból állt. Ez is egy újabb bizonyítéka annak, hogy az újbudai vezetés, a DK-s vezetési újbudai önkormányzat ilyen döntést hozott. A KDNP politikusa azt mondta, a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy megvédje az embereket. December 17-én hozta László Imre ezt a döntést a válság kellős közepén, de a kormány december 18-án hozott egy döntést, hogy nem lehet semmiféle díjakat, adót rátelhelni az emberekre, mert igenis segíteni kell inkább az embereknek, nem pedig újabb terheket ráírni. 25 milliárdos költségvetése van az újbüdő önkormányzatnak, lehet úgy gazdálkodni ebből a 25 milliárdból, hogy ne kelljen az emberek vállát tovább terhelni, főleg válsághelyzet idején, járványhelyzet időszakában. Simicskó István azt is megjegyezte, a felelős gazdálkodás hangoztató kerület vezetése megemelte saját fizetését, megemelte a tanácsadói illetményeket, és duplájára növelte az alpolgármesterek számát. És ne feledkezzünk el arról sem, ahogy korábban említettük is, hogy 8 milliós summát kapott a helyi DK vezetője is dolga végeztével. Másfél hónapos kabinet vezetői munkát követően egy ilyen magas végkielégítéssel jutalmazták a Lakos Imrét. Ez is, hát hogy mondjam, megdöbbentő nyilván. Jól látható, hogy nem az emberekkel foglalkoznak, nem az emberekről akarnak gondoskodni, sőt az emberekre akarnak újabb terheket rárólni, miközben magukat pedig hát nyilván díjazzák és értékelik és jól megfizetik. Nem beszélve még Ceglédi Csabáról is, hiszen neki is jutott azért egy jól fizető zsíros megbízási szerződés. Bortésznak és vizet prédikálnak? Hát finoman szóval, igen, ez így van.